Mikor, hol és mennyi időre? Számtalan kérdés és apró részlet, amire oda kell figyelnünk a nyaralás megszervezésénél. Egy új felmérés szerint sokan éppen a munkájuk miatt nem tudnak vagy nem akarnak kivenni szabadságot, így a főszezon, vagyis a július 1-e és augusztus 20-a közötti időszak számukra dolgos napokkal telik. Persze a főszezonon kívül is vannak lehetőségek, sőt, a családosok és azok, akik rugalmasabban jutnak szabadsághoz, más-más időpontban kapcsolódnak ki. Az iskolabefejezési utáni első két hét nagyon népszerű, ekkor az előszezoni árakon még tényleg egy jó érték arányú nyaralást össze lehet hozni, illetve az iskola kezdés előtti, tehát az augusztus 20-a utáni hét, ott a szabadság miatt esetleg, hogyha hosszú ünnep beleesik, nem kell annyi szabadságot kivenni a szülőknek. Az árok már picit jobbak, mint a főszezoni árak. Ez a kettő nagyon keresett a családosok körében. Akik kötetlenül tudnak szabadságra menni, ők nagyon keresik már a szeptemberi turnusokat. A szakember elmondta, hogy Törökország továbbra is nagyon népszerű a külföldi utak között, akik pedig autóval indulnak útnak, általában Horvátországot és Olaszországot veszik célba. Görögország szintén keresett, akár autóbusszal is, hiszen így még kedvezőbb áron érhető el. A hazánkba érkező külföldiek viszont éppen Magyarország szépségeit ecsetelik, és a győriek között is akadnak, akik a külföldi út helyett országunk szépségeit fedezik fel. Így tesz idén Csanádi Barbara is, aki Szicíliába készült, de munkája miatt inkább itthon pihen. Egy hetet megyünk, a szabad napjaimon pedig ilyen két napokra tudok elmenni. Balaton, vagy Fertőtó, bárhova, ami eszünkbe jut barátnőkkel. Olyan győrivel is találkoztunk, aki a nyarat nem pihenéssel, hanem költözéssel tölti, így a szabad hétvégéken, meghitt családi kirándulások során fedezik fel hazánk szépségeit. A gyerekeknek meg van ígérve, hogy egyszer eljutunk a tengerhez, úgyhogy akkor elmennénk Horvátországba. Akkor igen, akkor külföldre, de mi belföldön így sokat járunk, tehát kirándulunk, meg szeretnénk, hogyha megismernék belföldet mindenképp, tehát a belföldi helyeket, városokat, akár falvakat. A szabadság hossza és időpontja nagyban függ a munkáltatótól, így érdemes időben leszervezni a szabit, illetve a nyaralásunkat is.